Köszöntöm nézőinket! Önök a Bajai Televízió közéleti magazinját látják. Igyekeztünk ezúttal is a legaktuálisabb témákat összegyűjteni önöknek. Tartsanak velünk! Január végén megkezdődött a báli szezon. A turisztikai központban az 5. színházi bálra, a Dunaszállóba pedig a Velikó Prélóra várták az érdeklődőket. Az előző évekhez hasonlóan mindkét rendezvényen megtelt a táncparkett. Az est kezdetekor egy nyitó műsorral lepték meg a közönséget a társulat tagjai. A színházi bálon Ottmár Attila, a Bajai Fiatalok Színházának vezetője, és dr. Kelemen Veronika, a Bajai Színházért Alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntötte a jelenlévőket. 5 évvel ezelőtt, mikor az első bálat megálmodtuk, igazság szerint magunk se gondoltuk, hogy ez ennyire népszerű lesz. Akartunk teremteni egy olyan alkalmat, ahol a színpadon játszók és a közönségük kicsit oldottabb, kötetlenebb formában tud ismerkedni, barátkozni. Nagyon jól sikerült, tehát visszagondolva az elmúlt 4 év nagyon vidám, meglepetésekkel, játékokkal teli mulatságaira, nagyon jól vette a közönségünk. Tehát most ezen az 5. színházi bálon villámgyorsan fogytak el a jegyek, leszünk 150-en. Van egy törzs közönségünk, aki 5 éve velünk bálozik, és elsőnek veszik meg a jegyeket, de mindig vannak újak, és ez mindig külön öröm számunkra. A programjai közé tartozott a tombola, valamint a társulat tagjai több zenés blokkal kedveskedtek a vendégeiknek. Az alapkoncepciója az idei 5. Bajai Színházi Bálnak a nosztalgia jegyében zajlik, és hát ennek megfelelően gondoltuk azt, hogy akkor értelemszerűen elmúlt éveknek az eladásaiból fogunk majd, nyilván zenés eladásaiból fogunk majd részleteket énekelni, és hát az egész dizájnt így alakítottuk ki itt a turisztikai központban, tehát az összes asztal egy-egy színdarabunkról van elnevezve, és hát igyekeztünk ezekből a színdarabokból válogatni. Azt látom, hogy mióta elkezdtük ezt a báli sorozatot, ugye az első az még a Bácskai Kultúrpalotában volt, aztán azt kinőttük, lekerült ide a turisztikai központba, hogy évről évre egyre jobban belejöttünk mi is, tehát egy pici rutint szereztünk a báli szervezésben, így aztán egyre könnyebbé vált az is, hogy kitaláljuk, hogy nézzen ki a terem, milyen koncepciót építsünk ki, és aztán ugye nyilván ami nálunk a különlegesség, az a báli műsor, mert hát ugye mindig az a színházhoz kötődik, és a társulatunkhoz kötődik, másrészt pedig az évféli játék, amelyet úgy meg is szoktak a nézők, és azt látom, hogy szinte már úgy várják azt, hogy évfél legyen, és hogy na mit találtak már megint ki nekünk, és mert tudják, hogy ott bizony megmozgatjuk őket, tehát ez nem arról szól, hogy ülnek az asztalnál, és akkor mi produkáljuk magunkat, hanem ott nekik kell produkálni magukat, hiszen a színház az a játékról szól, itt bevonjuk őket, mint nézőket a másik oldalra. Tavaly mozgással kapcsolatos volt, tehát zenére kellett valami kis performance-ot csinálniuk, így összevágtunk nekik különböző filmek, ugye egy filmes volt ott a téma a tavalyi bálon, filmzenéket összevágtunk, és ahhoz a filmhez kapcsolódóan kellett nekik valami kis performance-ot bemutatni. Hát idén azt azért lehet sejteni, hogy nyilván akkor a nosztalgia jegyében ugyancsak az előadásainkhoz fog kötődni. Hát igen, most egy picikét egyébként a színészi képességeket kell majd megvillantani, de én azt gondolom, hogy ha már az évfélre
elég oldott szokott lenni a hangulat, ez nem fog gondot okozni majd a bálozóknak. Mindenki ott van, hogy hogy legyünk mi jó, a szülők, a tanít, a pap. De nem tanít meg senki, hogy miből fogunk enni, a mi ott felem a jóság, nem a pap. Hiába kántálnak részvétet mi, ez jó szerivel semmit sem mond. Mert nincsen az a részvét, amit megérne egy részvét, ám de mindegyiknél többet ér egy font. Sírnak meg rétak, meg vállatókat írnak, csak készpénzt azt nem bírnak, egy fontot sem felmondhatni. Ottmár Attila és dr. Kelemen Veronika mellett Nyirati Klára polgármester is üdvözölte a vendégeket. Tehát meggyőződésem, hogy Bajok kulturális életében ez a színház, ez egy olyan kincs, amit meg kell őriznünk. És bolond lenne az a polgármester, aki hagyná azt, hogy egy ilyen tehetséges ember elszaladjon egészen Budapestig. Tehát a pohár köszöntő, a kocintás, és történjénk arra, hogy Attila itt van, velünk van, Vera itt van, segíti továbbra is az alapítvány munkáját, és tovább él valamilyen formában az a hatalmas munka, amit ő évtizedek alatt itt összerakta. Most a főnök asszony mondta, lányok, kell egy só, nos, hát gondolhatják, mit éreztem, ez mámorító. A főnök asszony furamod nem fedezte fel, pedig oly nyilvánvaló, csak a színpad érdekel. Minek a pénz, ha a tehetség, ha csillogok a színpadon, az nekem éppen ég. Mivel az idei bálon a nosztalgia került a középpontba, ezért a társulat tagjai egy olyan témájú műsort adtak elő, amelyben az előző évek előadásaiból válogattak össze dalokat. A Bajai Fiatalok Színháza bár részben bezárja kapuit, a szervezők elárulták, a vendégek már most készülhetnek a 6. színházi bálra. Létezik egy másik világ, hol fontos, hogy hol senki sem bánt, elhisznek én. Végén nem csak a turisztikai központ volt hangos a bálozóktól, hanem az előző évekhez hasonlóan az egyik bajai hotelben is megszervezték a Velikó Prélót, amelynek Baján nagy hagyománya van. Gazdag programmal büszkélkedhetünk. A kulturális tartalmakon kívül különböző zarándoklatokat szervezünk úgy hazánkban, mint Horvátországban, illetve Bosznia-Hercegovinában. Azon kívül nagyon várjuk, hogy az év második felében kitárja ajtaját a Bácskai Horvátok Kulturális Központja, ahol már az év második felében a programot is megszerveztük, különböző kiállításokkal, irodalmi estekkel, zenés, táncos estekkel várjuk az érdeklődőket, és szeretnék még megemlíteni egy nagy eseményt, mely augusztus 22-23-án lesz, egy úgymond nemzetközi arató ünnepet szeretnénk bemutatni a szabadkai horvátoknál, a szabadkai horvát bunyevácoknál hagyomány ez az arató ünnep, és azzal mutatkoznak be Baján is.
Tehát ahogy nálunk az új kenyér ünnepe, ugyanúgy náluk is megünneplik az új kenyeret, de az egész ünnep egy díszes felvonulással, koszorúkkal, amit szalmából vonnak, különböző díszekkel, arató párokkal, szentmisével ünneplik, és a végén a város vezetőinek átadják az új kenyeret. A jó hangulatért ezúttal is a Csapár zenekar volt a felelős, így a vendégek nem sokat ültek a helyükön ezen az estén. A bál fő célja, hogy a nemzetiségek találkozzanak, beszélgessenek, ezzel is megerősítve kapcsolatukat. Az eseményre Baja több testvér településéről érkeztek vendégek. Nem először járunk itt Baján, több alkalommal is részt vettünk már az ehhez hasonló rendezvényeken, mindig szívesen térünk vissza ebbe a városba, mivel nem csak a baráti, hanem szélesebb kapcsolatokat is ápolunk, de a hivatalos látogatásokon túlmenően a baráti találkozókon is mindig részt veszünk. Minden baráti kapcsolat alapja, hogy jó viszonyban legyünk egymással, és az ilyen eseményeken lehetőség adódik a kötetlen beszélgetésekre. Igyekszünk a városainknak minden korosztályának felajánlani azt a lehetőséget, hogy gyarapítsuk az iskolai kapcsolatokat, akár kulturális vonalon. A bálon idén is jól szórakoztak a vendégek. A jövőben pedig a Báskai Horvátok Kulturális Központja is megnyitja kapuit, ahol az év második felében kiállítások, irodalmi, valamint zenés-táncos esték várják majd az érdeklődőket. Boszorkány üldözést tartottak az Ady Endre Városi Könyvtárban. Az évek óta visszatérő előadó Tésné dr. Proper Valéria irodalomtörténész számos előadását hallották már az érdeklődők Baján. Ezúttal az elmúlt évszázadok híres boszorkányperébe vezette be a jelenlévőket. Szó esett Jeanne d'Arcról, Galileo Galileiről és a szállami boszorkányokról is. Nem mindennapi témával várták az érdeklődőket az Ady Endre Városi Könyvtárban hétfő este. Tésné dr. Proper Valéria visszatérő előadó itt, ez alkalommal az életrajzi jellegű témák mellett a boszorkányság tárgykörét fejtegette. Előadónk Tésné dr. Proper Valéria már évek óta rendszeres visszatérő vendégünk. Általában életrajzi jellegű előadásokat, vetítéseket tart. Volt már Agatha Christie-ről, volt már Almási Lászlóról, ugye az angol betegről, volt a Színpad három nagyasszonyáról, és általában előadások végén a közönségnek beajánl fölvett témákat a következő rendezvényre, a következő látogatására, és úgy ezt tetszett meg legjobban az embereknek, és akkor megbeszéltük, hogy kerüljön ez most sorra, ez a boszorkány üldözés. A témát ezúttal is a résztvevők választhatták ki. Az előadót a boszorkányok létezéséről kérdeztük. Természetesen léteznek, nézzenek ránk, mai hölgyekre. Persze, hogy léteznek boszorkányok. Igen, boszorkányüldözésről fogok beszélni, mesélni a mai előadásban. Az európai boszorkányüldözésről és a Magyar Királyság területén zajlott boszorkánypereket fogom. És nem varázslásról és nem babonaságokról fogok beszélni, hanem a történelmi okairól és a következményeiről, hogy miért is indultak ezek a boszorkányüldözések és boszorkányperek, ugye elsősorban nők, asszonyok ellen. Már ugye boszorkányokról beszélünk, ugye mindenkinek az ugrik be először, hogy fekete mocska, seprű és egyéb más ilyen mágikus dolog, de ön mit gondol, hogy mitől boszorkány egy boszorkány? Fogalmam nincs, hogy mitől boszorkány egy boszorkány. Azt tudom, hogy a történelem során milyen boszorkány vádakkal illettek elsősorban nőket. Ha nagyon szép volt és fiatal, akkor azért vádolták meg. Ha csúnya, öreg, bibircsókos, ráncos, akkor azért vádolták boszorkánysággal. Ha megközelíthetetlen, ráadásul még gazdag özvegyasszony is volt, akkor ez volt az ellene
indított pernek az oka, ha pedig nagyon kikapós menyecske, akkor pedig emiatt. Úgyhogy ezért, és ilyen okok miatt is indítottak pereket asszonyok ellen a középkor századaiban. A boszorkány üldözést, ami egyébként egy gyűjtő fogalom, a boszorkányság, az eretnek mozgalmakon belül egy gyűjtő fogalom. Az 1485-ös esztendőnél fogom kezdeni magát a történetet, és gyakorlatilag végigmegyek Európa országain, birodalmain, és végig elmesélem a jellegzetességeket. Gyakorlatilag három részből áll ez a mai előadásom, az európai boszorkányüldözés, a magyar királyság boszorkányperei és az erdélyi boszorkányokról fogok külön, mert az még a magyar pereken belül is egyfajta kivételnek számít az erdélyi asszonyok ellen indított perek. Van esetleg valamilyen hasonlóság így a három terület között? Nincs. Nincs. Pont erre teszem a hangsúlyt, és ez lesz az egész előadásomnak tulajdonképpen a mondani valója, hogy mennyire más volt az európai boszorkányüldözés, és mennyire mások a magyar boszorkányperek, történelmi különbözőség és a magyar jogrendben lévő különbség miatt alapvetően másak voltak a magyar perek. Az előadás egyik érdekessége volt, hogy a mai napig vannak olyan törzsek, akik még hisznek az ember feletti erőkben. 2013-ban Szváziföldön, ami Afrika délkeleti csücskében egy nagyon-nagyon picike királyság, egy nagyon világtól elzárt diktatórikus királyság, 2013-ban hoztak egy rendeletet, amely meghatározza a boszorkányok seprűnyélen való repülését 150 méter magasságban korlátozza, hogy ne zavarják a repülőforgalmat. Nos, ez egy mai történet, de a történelemnek a híres boszorkánypereiről is fogok nagyon röviden beszélni, mert egyébként nem ez a témája az előadásomnak. Jeanne d'Arc eretnek váddal megégették, Giordano Bruno, Galileo Galilei, és persze a szálemi amerikai boszorkánypert is fogom említeni, de alapjában véve általában az európai perek és a magyarországi perek. Bár a varázslásnak vége, a könyvtárban a következő eseményen a résztvevők Móri Zsigmond életébe nyerhetnek bepillantást. Ízletes ételekből és jó hangulatból sem volt hiány a Kulinárd közösség idei első gasztronómiai rendezvényén. A szervezet azzal a célja jött létre néhány évvel ezelőtt a városban, hogy bemutassák a kézműves eljárást alkalmazó hazai kisvállalkozókat. Az esten a bajaiak mellett a környékről és a fővárosból érkező vendégek is képviseltették magukat. A terő-terő asztalkám kifejezés remekül illeszkedik a Kulinárd közösség estjeihez. A kóstolóval egybekötött előadásokon ízletes fogásokból és a hozzájuk illő italokból sem szenvednek hiányt a résztvevők. A szervezet két évvel ezelőtt indította el a rendezvénysorozatot, lehetőséget teremtve ezzel a hazai kisvállalkozóknak a bemutatkozásra és a kézműves termékek népszerűsítésére. Egy közösséget szeretnénk építeni. Talán úgy vettük észre, hogy ez kihalóban van ez a műfaj, hogy összejárnak emberek valóságba, és még, hogy esetleg értékeket is sikerül bemutatni, az meg még habatortán, és hogy jó érzik magukat, azt itt mögöttem látjátok, hogy egy vacsora keretén belül egy jó fölépített előadássorozattal, kellemes, finom újfajta ételekkel, amit mesteri műgonddal készítenek fanatikusok, erre épül igazából a Kulinárd közösség. Azt tapasztaltuk, hogy aki már ebbe belekóstolt ebbe a világba, az jön örömmel máskor is, mert egyrészt kíváncsi, hogy éppen mi lesz az aktuális felhozatal, másrészt meg minden előadás úgy él föl, hogy tanít, tehát edukáció benne van, mindig más-más részleteit, apró finomságait lehet megtudni annak a szakmának. Abszolút hitelesen adják elő, hiszen maga a készítők is fanatikusok, akik csinálják ezeket a csodákat. És én azt gondolom, hogy egy ilyen előadás keretén belül ez úgy átragad az értő közönségre is. Egyre inkább azt veszem észre, hogy egyre komolyabban belemennek a szakmai kérdésekbe, aminek nagyon örülünk, mert pont ez lenne az este célja, hogy nyugodtan merjenek belekérdezni egy nagyon apró részletbe, egy előre megírt
marketing maszlakból nem lehetne ilyen részletesen ezt kiámozni, ez csak az értő fanatikus közönség tudja, illetve a értő fanatikus készítő tud ilyen apró részletességgel beszélni a szakma csínya bínyáról, rejtelmeiről. Az interaktív estek nagy népszerűségnek örvendenek nem csak a látogatók, hanem az előadók körében is. A rövid bemutatkozók sok esetben hosszas beszélgetésekbe torkollanak, köszönhetően a hasonló érdeklődési körnek. Annyiszor van átfedés a különböző szakmák között, az egyik összefügg a másikkal, ezt is tapasztalattátok most az este folyamán, hogy az egyik mondatát be tudta fejezni a másik, mert pontosan olyan témákban, olyan részletekkel dolgozik, olyan problémákat vet föl, amik minden ilyen szakmai közegnél előfordulnak. Úgyhogy egymásban szoros köteléket alkot ez a fajta lojalitás. Az estek állandó résztvevőjeként ezúttal is képviseltette magát az egyik hazai sörfőzde. A fővárosból érkező vállalkozásra a szó szoros és átvitt értelmében is igaz a kisüzemi jelző. A csupán 6 fővel működő Hoptop sörfőzdében ugyanis kézműves eljárással készülnek a termékek. Az üzemvezető szerint hazánkban és a világon egyaránt egyre nagyobb igény van a minőségi sörökre. Nagyjából 13-ra vezethető vissza ugye a craft sörös mozgalomnak a kezdete. Hát nehéz ügy, de nyilván mindenki arra törekszik, hogy jót csináljon, ez közös, és ugye haladunk a közös cél fele, hogy jó sörök legyenek Magyarországon, és a vevő is jó minőséggel találkozzon. Mennyire nyitottak a vevők a felé, amit ti kínáltok itt a piacon? Hát igazából nyitottak. Mindenképpen azt mondom, hogy nyitottak. Akik ezeket a söröket keresik, azok tényleg el is fogadják, hogy itt viszont az eszement ötletig el lehet menni, és igenis megkóstolják, és rájönnek maximum, hogy hát igen, akkor ez nekem már lehet, hogy sok. A sok esetben az üzletláncok polcain is megtalálható sörökben megjelenik a gyümölcsös ízvilág, más termékekben pedig a prémium maláták kerülnek előtérbe. Többnyire az amerikai vonalas komlókkal dolgozunk. A sörben van trend. Van divat. Úgy, ahogy egy ruhában is teljesen sörben is létezik ez, és igazából most mindenképpen az olyan típusú amerikai komlók mennek, amik nagyon fűszeres és gyümölcsös illatokat adnak, most jelenleg azokkal dolgozunk főként. Két részre lehet osztani a vásárlókat, vannak a beer geekek, és vannak az átlagfogyasztók. Az átlagfogyasztók azok szeretnének találkozni egy adott esetben egy lágerrel, egy amerikai ipával, és a többi, miközben egy beer geek, ő pedig lehet, hogy egy eszement ötletre lesz vevő, úgyhogy elég változó így, hogy ki mire vevő, mindegyik piacot ki kell elégíteni, az a lényege. Az alkoholok sora a viszkivel folytatódott, a párlás rejtelmeiről pedig Szőke Lajos mesélt a vendégeknek. Kevesen tudják, hogy hazánk egyetlen viszkiüzeme a Bajától csak néhány kilométerre lévő Pörbölyön található, a főzdében pedig mintegy 150 hordóban érlelődik viszki. Az ízletes főételt a hajósi vendéglátós dinasztiából származó Ladányi János készítette el, aki olyan adatokat osztott meg a résztvevőkkel, mint hogy a világ legnagyobb barbecue-s éttermében csaknem 800-900 kiló húsból állítják elő naponta az étlapon szereplő menüt. A vidéki vállalkozók mellett helyi termelők is helyet kaptak az idei első rendezvényen, így többek között Inotai Csabáni grillás készítő és a csaknem 250 főből álló szürke marha állománnyal rendelkező kenyeres birtok is bemutatkozott a közönség előtt. Csilik Tamás rámutatott, az egykoron kihalás szélén álló haszonállat húsa a legnemesebb argentin húsokkal vetekszik, így nem meglepő, hogy a szürke marha bekerült a Hungarikum értéktárba. A húsételek mellé néha nem árt egy kis zöldséget fogyasztani, erre hívta fel a figyelmet Héger Janka is. A bajai őstermelő jóvoltából a növényi hajtásokkal, azaz az úgynevezett mikrozöldekkel ismerkedhettek meg a vendégek. Amikor először kezdtem, akkor azt gondolom, hogy teljesen újdonságként hatott, a csírákkal azonosították, és akkor tulajdonképpen tényleg egy rövid kis edukáció kapcsán azért el lehet ezt magyarázni, illetve meg lehet értetni velük, hogy mi a különbség. Mind a kettő abszolút egészséges, de más technikával készülnek el. Azok a vásárlók, akik eddig vásároltak tőlem, 100%-ban visszajárnak, úgyhogy remélem, hogy ettől az évtől újra vissza tudok térni én is. Amit minden alkalommal elmondok, így röviden és tömören, hogy a csirák hidrokultúrában, azaz vízben nevelkednek, ezzel szemben a mikrozöldeknek táptalaja van, tehát alapvetően földben, és a csirák 2-3 centinél nagyobbra nem nőnek, hiszen nem tartalmaznak, tehát annyi tápanyagot tartalmaznak, amit a magban tárolnak.
A mikrozöldek ezzel szemben jóval több tápanyagot tudnak felvenni a talajnak köszönhetően. Az érdeklődők elsősorban a napraforgó és reteghajtásaival találkozhatnak szezon idején a bajai piacon. Ezeket jelenleg szezonálisan tudom csak termeszteni, mert a természetes környezetben hiszek egyelőre, és tehát illetve a borsó, ami nagyon kényes, és minden vásárlóm is, én is boldog vagyok, amikor összejön egy gyönyörűséges adag borsó mikrozöld, de ez nem állandó termék. Szeretnék azért egy kis zöld kamrát kialakítani, és elsődleges tervem az, hogy tényleg ezek ne szezonális termékek legyenek, hanem year-round egész évben tudjam kiszolgálni a vásárló közönséget, illetve azokat az éttermeket, ahova díszítés céljából is akár viszem ezeket a mikrozöldeket. Úgyhogy így az első lépésnek a munka mellett ez lenne, ami elérhetőnek tűnik, és akkor nyilván utána majd lehet tovább gondolkozni. A házigazdák újabb gasztronómiai találkozókat szerveznek a következő hónapokban. A tervek szerint emellett idén kibővül a nyári fesztiválok köre, így a már hagyományos Beer Barbecue és a tavaly nagy sikert arató Vinália Nemzetközi Porfesztivál után 2020-ban egy a helyi nemzetiségeket bemutató gasztrokulturális rendezvényre várják majd az érdeklődőket. Ennyi volt már a jegyzet. A műsort visszanézhetik a bajaitelevizio.hu weboldalán, vagy a TV YouTube csatornáján is. Az adáskészítő kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket. Viszontlátásra!